Pa dobro, po mojoj proceni pauza je bila malo previše duga. Trebali smo bar tjedan dana ranije još krenuti. Pa dobro, radili smo u okviru naših mogućnosti, odigrali smo nekoliko pripremnih utakmica, ali mislim da sve skupa je to moglo još biti i bolje. Pa očekujem da stabiliziramo ekipu, da pokušamo i nastavimo zadržati se u sredini tablice. To bi bila neka objektivna realnost, premda ćemo i za nju morati jako, jako dobro se zalagati na utakmicama. Nyilvánvalóan ez egy szerintem nagyon fiatal csapat, és nagyon látványos, hogy rutin hiányzik bennünk, de ez egy dolog szerintem a kézilabdában, ami valaki nem tud tanulni, hanem minél többet játszik, vagy minél többet perc került a pályán, annál jobban ő bizalma van, és akkor keveset egy idő után szokott hibázni. Szóval szerintem ez nem csak én látom, hanem emberek, vagy a szurkolók, akik jönnek, és a másik az egy teljesen új csapat, teljesen új, sok új játékos vannak, és szerintem minimum kellett volna azt a fél szezon, hogy összeszedjünk együtt, hogy érezzünk egymásnak jobban, és biztos vagyok abban, hogy sikeresen leszünk a másik fele szezonnak is. Sok mindenre tudok itt segíteni a fiatalok csapatársamnak. Egy dolog az persze a védekezés, mert úgy szerintem, hogy az nekem nagyon tetszik, de azért folyamatosan beszélek vele, irányítok őket, és szerintem nem volt annyira probléma a védekezésben, mint a támadásban. Az, hogy tudjunk még jobban támadni, az szerintem csak ilyen koncentráció kérdés, mert sokszor hibázunk, mert kezdjünk fáradni, és akkor koncentráció nélkül gyorsítsunk a játék, és közben sokat az eladó labdát, vagy a technikai hiba, de még mindig, amit mondtam, nagyon fiatalok, és arra dolgozunk, hogy minél kevesebb hibázunk. Sajnos van már tapasztalatom ezen a téren, nem ez volt az első sérülésem, de azt hiszem, hogy aki járt már ebben a cipőben, vagy volt hasonló helyzetben, az mind alá tudja támasztani azt, hogy hát ez egy nagyon jó érzés, amikor az ember újra készen áll arra, hogy pályára léphessen, aztán meg tudja mutatni, hogy az a hosszú rehabilitáció, amit végigcsinált, annak megvan az eredménye, és újra 100%-osan tudja segíteni a csapatnak a munkáját. Nyilván a csapatunknak az életkorára, illetve a fiatalságra ráfogható az, hogy elég hullámzó volt a teljesítmény. Ez a védekezésre is ugyanúgy igaz, mint a támadásra, de valóban azt tudom mondani, igen, hogy helyek közzel egyenletesebb volt, mint a támadójátékunk. Én azt tudom mondani, hogy mi saját magunknak vagyunk a legnagyobb ellensége, úgyhogy nekünk igazából nem kell tartanunk senkitől, nem tudok igazából reális képet alkotni, hogy mire lehetünk képesek, vagy mire nem. Én bízom a legjobbakba, és abban, hogy egy picit a szebbik arcát fogja mutatni a csapat a tavaszi szezonban. Természetesen örülök neki, hiszen azért is jöttem ide, hogy minél több játék lehetőséget kapjak, és meg is próbálok ezzel élni, és minden meccsen a lehető legtöbbet kiadni magamból, és nagy odaadással és koncentrációval játszani. Hát fáradt pedig csak annyira, mint a többiek, mert mindannyiunk megpróbálja a lehető legtöbbet nyújtani minden edzésen meg meccsen, de ezért vannak az edzések, hogy minél jobbak legyünk, és hogy minél jobb legyen a teljesítő képességünk is. Szerintem ez nem csak rajtunk, hanem a szerencsén is múlni fog, hiszen bármelyik csapatnál közbe jöhetnek sérülések, illetve rosszabb periódusok, de abban biztos vagyok, hogy mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy minél jobb helyezést érjünk el a szezon végén.